56 év munka, számos kitüntetés és 100 000-nél is több meggyógyított gyerek emlegethető egylapon, dr. Balla Árpád nyugalmazott gyermekgyógyász nevével. Az elismerések sora most folytatódik. A nyugalmazott főorvost Magyar Arany Érdemkereszttel tünteti ki dr. Áder János Magyarország köztársasági elnöke. Természetesen, hogy ez nagy dolog az ember életében, viszont ha visszagondolunk, hogy 56 évet dolgoztam elsősorban a szakmában és a hivatásomért, és emellett komoly számos tudományos munkát és tudományos kutatást folytattam, és olyan gyerekosztályt hoztam létre Udvarhelyen, amely Erdélyben egyedülálló volt, ilyen gyermekbarát, ahol nem fehérre voltak ezt a kórképek, a kórtermek, hanem színesre voltak meszelve, freskók voltak az osztályon, gyerekképek, könyvtár, színes tévé, játszóterem, stb. Tehát erre vagyok mondjuk a legbüszkébb, hogy ezt még a régi 80-as években meg tudtam valósítani. Tevékenységét már korábban is számos szakmai díjjal elismerték, 2006-ban életművéért tüntették ki, neki ítélték az akkori év Generis díját. A brassói születésű orvos munkájának elismeréseképpen 2011-ben megkapta Székelyudvarhelyen a város kulcsát is. 2007-ben könyvet adott ki, Számadás 50 év a gyermekgyógyászat szolgálatában címmel. Nyugdíjba vonulása után még 10 évig aktívan rendelt a gyermekgyógyász, jelenleg pedig a Székelyudvarhelyen évente zajló, a sorban 20. családorvosi továbbképző konferencia szervezésén dolgozik. Balla doktor ugyanakkor a Pápai Páris Ferenc Alapítvány alapítója is, amelynek céljai között szerepel az orvosok, gyógyszerészek folyamatos szakmai továbbképzésének segítése, munkájának elismerése. Magyar Arany Érdemkeresztben részesül ugyanakkor Bodúrján János, a Székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola igazgatója is, aki immár 23 éve vezeti az intézményt. A város egyik legrendezettebb iskolájának menedzsere, igazi kultúra szerető ember is, évek kitartó munkájának köszönhetően ma már megkerülhetetlen a Székelyföldi Filharmónia léte, de oszlopos szervezője még számos az iskola és a város hírnevét öregbítő rendezvénynek is, hogy csak az évente megrendezett gyermekkórus találkozót említsük. Az örmény származású hegedűművész Karnagy gyökereihez híven a Magyar Örmény Kulturális Egyesület elnökeként alapítója és tagja a 2011-ben alakult Székelyudvarhelyi Örmény Klubnak is. Meglepett, nagyon jól esett, és igazából az a tény, hogy valaki odafigyel az emberre, vagy valakik az ember munkájára, és az, ami évtizedes munkákról van szó, és mindaz, amit tett, és amit szeretne még az életében tenni, ezért a közösségért, az mindenképpen nagyon jól esik. Nagyon jól esik, és csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek, hogy függetlenül attól, hogy valamikor részesül-e hasonló kitüntetésben, vagy nem, nem ezért kell dolgozni. A magyar állami kitüntetést összesen 8 székelyföldi személyiség veheti át Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán szerdán 18 órától. A Magyar Köztársasági Aranyérdemkereszt az 1991-ben alapított Magyar Köztársasági Érdemkereszt legfelsőbb fokozata.